és képzelet, mi választja el őket? Rejtélyes igazságok. Műsorvezető Jonathan Frakes. Olyan világban élünk, ahol hihető és hihetetlen dolgok is történnek. Illúziók takarják el az igazságot, és a lehetséges magyarázatok lehetetlennek tűnnek. Ön képes eldönteni, mi igaz és mi nem. Mindenek előtt meg kell békélnie egy fontos ténnyel, néha az egyetlen magyarázat nem észszerű. Mitől lesz valami igaz, és mitől hamis? Nehéz megmondani. Minden héten az igazság kétértelműségét vizsgáljuk. A szótár szerint a kétértelműség többféle értelmezési módot jelent. Hiába vesszük számba a lehetséges magyarázatokat, és nézzük meg minden szemszögből, nem változik. Történeteink a valóság és a képzelet határán mozognak. Lehet, hogy ami igaznak tűnik, igazából hamis. A műsor végén eláruljuk a válaszokat. Egy valami mindenütt jelen lesz. A kétértelműség. Egy múzeum mindig a régészeti leleteivel büszkélkedik. Azonnal megnő tőlük az elismertsége, és rengeteg látogatót csábít magához. Ezért kell minden nagy felfedezés hitelességét gondosan bizonyítani. Amikor egy ilyen tárgyat a világ legjobb szakértői vizsgálnak, az nem csak történelmi, de pénzügyileg is kifizetődő élmény. De lehet félelmetes is, mint az első történetben. A múzeum kurátoraként muszáj volt elkísérnem az igazgatót Marcel Ducoix magánműtermébe. Ducoix óriási hírnévvel dicsekedhetett ritka és értékes leleteinek köszönhetően, de azt állította, hogy ezúttal túlszárnyalta mindegyik felfedezését. Persze az igazgató, Emil, nem nélkülözte szokásos goromba modorát. 3 órára beszéltük meg a találkozót. Elnézést, hogy megvárokoztattam önöket, sajnos elaludtam. Mostanában nem vagyok túl jól, de íme itt van. Ferentiti hercegnő. Azóta érintetlen, amióta Krisztus előtt 300-ban a koporsóba helyezték. Ha az ember olyan régóta van a szakmában, mint jó magam, megtanulja magát visszafogni a felfedezések láttán, de a szíve mégis hevesen dobogott. Már több mint 2 évszázada keresték a hercegnő koporsóját. Órákig ellenőriztem a koporsót, a gumival bekent vászonszalagokat és az iratokat. Tudtam, hogy Emil hamarosan felteszi a legfontosabb kérdést, és válaszolnom kell. Nos, Daniel, mit gondolsz? Eredeti. Még szép, hogy eredeti. Megkérdezhetem, miként került ez a lelet az ön birtokába? Ezt nem áll módomban elárulni, de erre jó okom van, úgyhogy kérem, ne firtassák. Láthatják, hogy az iratok rendben vannak. Kétség kívül nagyszerű ékessége lehetne az egyiptomi részlegünknek. Nos, Monsieur Ducoix, úgy tűnik, hogy a vagyona gyarapodni fog. Miként lehet árat szabni Ferentiti hercegnő holttestére? Még hátra volt néhány ellenőrzés, és sajnos a balzsamozó szakértőkre is várnunk kellett, de a múzeum előre megvásárolta a hercegnőt. Ám egy este az éjszakai műszakos takarítónő szerint valami különös dolog történt. Hölgyem. Úristen! Uram, esküszöm az igazatát!
állítom, nem szoktam képzelegni. Láttam itt egy nőt. Egy csodálatosan szép nőt, aki a föld felett lebegett. Még soha az életben nem láttam ilyen különös dolgot. Mandy, nagyra becsülöm az őszinteségét és az aggodalmát, de ez a történet egyszerűen Uram, nevetséges. A gyerekeimre esküszöm, hogy láttam azt a nőt. Higgadjon le! Lehet, hogy csupán a világítás tréfálta meg. Nem, láttam, amit láttam, és tudom, hogy mit láttam. És ha maga nem hisz nekem, akkor többé vissza se jövök ide dolgozni, rendben? Felmondok! Tudtam, hogy Mandy visszajön. Nyilván túl sokat dolgozott mostanában. De azért úgy döntöttem, hogy szemmel tartom a múmiát. Egy hét telt el esemény nélkül. Aztán egy este egy biztonsági őr is látta ugyanazt a titokzatos lebegőnőt. Szerintem nagyon furcsa, hogy Mandy és a biztonsági őr pontosan ugyanazt a dolgot látták. Ugyan, Daniel, ez semmiség. Biztosan csak képzelektek. Gondolom, Mandy telebeszélte az őr fejét. Elmondta, hogy mit látott, és az őr hitt neki. Mindig így indulnak a pletykák. Tudom, Mandy esete érthető, viszont a biztonsági őr már 15 éve dolgozik nálunk. Megbízható ember. És ön hisz ennek a szellemnek a létezésében? Ezt nem állítottam, Emil. Csak azt mondom, hogy egy kissé furcsa ennyi az egész. Tényleg furcsa. Nyilván az agyukra ment a tévé, vagy a sok bulvárlap. Ha most megbocsát, Daniel, egy vacsorára vagyok hivatalos. Jellemző. Az igazgató vacsorázni megy, amíg a kurátor átdolgozza az éjszakát. Éppen a jegyzeteimet böngésztem, amikor hirtelen egy hűvös fuvallatot éreztem. Habár a tűz kialudt, még sikerült megőriznem a hideg véremet. De aztán... nem hittem a szememnek. Ki maga? Mit akar tőlem? Egy hatalmas seb volt a homlokán. Mi történt önnel? Úgy tűnt, azt akarja tőlem, hogy kövessem. Lassan odamentem a hercegnő koporsójához, de nem készülhettem fel arra, amit akkor láttam. A koporsóban a nő hevert, aki a múzeumban kísértett. Ez lehetetlen. Még aznap este kihívtam a rendőrséget. Egy hét múlva Marcel Ducoist letartóztatták egy lány meggyilkolásáért, akit egy kávézóban ismert meg. Valami tompa tárgyal verhette fejbe, a homlokán lévő seb alapján. Aztán a holttestet múmiának álcázta. A kihallgatás alatt Ducoist minden kérdésre választ adott, kivéve egyet. Nem árulta el, hogy hol van Ferentiti hercegnő holtteste. Ez a mai napig rejtély. Vajon tényleg a meggyilkolt nő szelleme kísértett a múzeumban, vagy csupán a túlhajszolt személyzet képzelgett? A kiállított tárgy hamisnak bizonyult, egy borzalmas bűnt próbált elrejteni. A kísértett személy leírása tényleg egyezett a halott nővel? Vajon a történet valós eseten alapszik, vagy mi is elrejtjük az igazságot? A műsor végén eláruljuk, hogy a történet igaz-e vagy hamis. Most jöjjön egy biztonsági őr, aki kénytelen szembenézni a legmélyebb félelmével. Manapság nehéz bejutni egy irodaépületbe. Azonosítók, fémdetektorok, különleges kulcsok.
csak hogy semmi sem nyújt nagyobb biztonságot egy elszánt embernél. Egy ember, mint Vic Pernell. Vic makulátlan mérleggel rendelkezett, ha ő őrködött, egy betörés sem történt. És amikor éppen nem az épületet ellenőrizte, megpróbálta továbbképezni önmagát, hogy még jobb legyen. Vic Pernell büszke volt a munkájára. De azt mind tudjuk, hogy az ilyen gőgös ember pórul jár. Egy kedd délután történt, hogy Vic Pernell egy új őrt képzett ki. Néha nem elég ellenőrizni a kilincset, neki kell mennünk vállal az ajtónak, valahogy így, érted? A biztonsági őrök nem lehetnek anyagok, vesz. Magától rengeteget lehet tanulni, Mr. Pernell. Jól mondtad. Tetszik a hozzáállásod, vesz, nem lesz gond. Új vállalat, táppénz, mindig tovább lehet fejlődni. Bár az épület még nem épült fel teljesen, a Trezort már beüzemelték. Olyan számítógépes titkokat tartalmaz, amik sokat érnek a piacon. Biztonságosnak tűnik. Aha, 3 kamera őrzi, meg egy lézeres riasztórendszer. Itt a fémdoboz. Ez a kulcs kikapcsolja a riasztót, ha a rendszer tévedne, már az sosem fordul elő. Én terveztem a rendszert. Igazán? Akkor maga egy zseni. Dehogy is, csak értek egy-két dologhoz. Mindent könyvekből tanultam. Hihetetlen. Makulátlan a mérlege. Bizony, 15 év alatt még egy sima vandalizmus sem történt itt. Ó, ez elismerésre méltó. Sima ügy, haver. Aznap este Vic Pernell ellenőrizte a kamerákat, és készen állt egy nyugodt kis olvasásra. A srác rutintalan, de idővel majd vele jön. A délnyugati ajtók biztosítva vannak, uram. Nagyszerű. A vállát is használta? Ne mozdulj, vagy szétlövöm a fejedet. Talán nem használtam elég jól a vállamat. Hibátlan mérleg. Pápa. Kösz a kulcsot, Vic! A riasztó úgyis csak zavart volna minket. Megvan. Jó. Hé, Vic! Mit rejt az egyes ajtó? Király! Bizony, ezzel a cuccal egy rakás pénzt keresünk. Néhány nap, és repülünk is a Bahamákra. Csajozni! Hé, Vic! Figyelj, öreg, senkinek sem lehet makulátlan mérlege. Ha jó őr lennél, sosem vettél volna fel. Látod, kezdesz öregedni, haver! Vic Pernell, egy őr, akinek az olvasás volt a hobbija, tudta, hogy most már semmit se tehet. Megkötözték, és képtelen megvédeni az épületet. Csak hogy... Mi a franc történt? Csak egy villanykörte durrant szét, semmi baj, gyerünk! Jól van, húzzunk innen! Jó, ne! Ah!
basszus, megvágtam magam! Az a szerencséje, hogy feltűnt kintről az a furcsa villódzás. Áramingadozás lehetett. Vagy rövid zárlatot okoztak, amikor a riasztót piszkálták. Ja, biztos az volt. De bármi is volt, még mindig makulátlan vagyok. A telekinézis ereje. Mi történhetett? Lehet, hogy egy egyszerű rövid zárlat a felelős mindenért, amit valójában a két felelőtlen betörő okozott? Csak hogy az épület sosem küszködött elektromos gondokkal. Véletlen, hogy Vic épp akkoriban kísérletezett telekinézissel a tárgyak gondolati úton történő mozgatásával? Valós ez a biztonságos történet, vagy az egyik írónk szórakozik? A műsor végén természetesen eláruljuk a választ. Most azonban jöjjön egy diák, aki egy hátborzongató éjszakát tölt el egy temetőben. Mennyi pénzért töltene el egy éjszakát egy temetőben? $50? Vagy 100? Van, akinek ez sok pénz, mint mondjuk egy nyomorgó diáknak. De miért tétováznak egy ilyen ajánlatnál még a legelszántabbak is? Rengetegen hisznek abban, hogy az efféle helyeken szellemek kísértenek. Melissa viszont nem tartozott közéjük. Óriási szüksége volt egy kis pénzre. Bármit hajlandó volt megtenni érte. Ezt miért csináltad? Mert ez egy trészám. Pipa vagy, mert Glenn már megint felültetett. Hé, nem ültetett fel, csak megfázott. Véletlenül minden péntek este megbetegszik. Ja, persze. Ez a város olyan unalmas. Semmit sem lehet csinálni. Temető! Hogy a fenébe lehettek ilyen babonásak? Tudjátok, kit temettek el ebben a temetőben? Ja, egy rakás halottat. Azonban az egyik halott nem más, mint Wilbur Lister. Az ki? Sorozatgyilkos. 22 tinilány gyilkolt meg, és elásta őket a pincében. Elkapták, kivégezték, és eltemették ebben a temetőben. 8. sor, 14. sír. Biztos hallottál róla. Igen, igen, hallottam. Ó, nem hiszel a legendának? Nem, dehogy is hiszek. Csak egy hülye rémes sztori, amit egy olyan hülye rémes alak talált ki, mint te. Na jó. Kapsz egy 100-ast, ha 2 teljes óráig vidasztasz Wilbur sírjánál. Ha? Tudsz vagánykodni, vagy csak egy gyáva tyúk vagy? Én ezerért se tenném meg. Rendben, készíts csak elő azt a 100-ast. Jól van. Nem aj rész. Rendben. Mondom a feladatot. Ha letelt a 2 óra, fogod a kést, és jól beledöföd a sírba. Így tudjuk, hogy ott voltál. Vidd magaddal a telefonodat is. Ne izgulj már, Krisztál, csak csontok vannak ott. Wilbur Lister vagyok, és vérre szomjazom. Fogd be! Papa! Jól van, Wilbur. Azt mondják, hogy a nagy tölgyfánál van a sírod. A helybéli gyerekek koponyákat karcoltak a sírkövetbe. Nem félek az átkottól. $100 gazdagabban hagyom el ezt a helyet. Szólj Dustinnak, hogy én még élek, és a holtak sem mocorognak. Hadd csak ide! Lister vagyok, és téged akarlak. Hé, béna vagy! Most miattad letette? Olyan vagy. Gyere csak, gyere, gyere.
cuki. Valentinapon vágták tacsra a gyilkost. Itt vagy, Wilbur? Most eltöltünk egymással néhány órácskát. Ha tetszik, ha nem. Hát, Wilbur, a randinknak mindjárt vége. Még negyed óra is 100 dolcsival gazdagabb leszek. Soha se hagyhatod el ezt a helyet. Ügyes vagy, Dustin. Na jó, búj elő! Csak azhoz mehetetlen, akit megengedett. Úgy sem jön be. Nem fogsz elijeszteni a 100 dolcsimtól. Búj csak elő szépen! Hol van Dustin? Itt ül mellettem. Komolyan. Fejezd már be! Mondtam, hogy itt van. Szólj neki, hogy lelépek, letelt a 2 óra. Lelép. Hé, hey, ne felejts el beleállítani a kést a sírba, mert csak így tudjuk, hogy ott volt. Nem mehetsz el innen sehova. Megmondtam, nem hagyod, hogy elmenj. A telefon csörgött. Nem, dehogy. A rádió volt. Yes. Miért nem veszed fel? Ne, kérlek! Ne! Erőszaknak nincs nyoma. Halálra rémült. Miért nem futott el? Nem tudott. A kés beleállt a kabátjába, odaszegezte magát a sírhoz. Szegény Melissa, vajon a temető vagy a szellem végzett vele? Vagy egyszerűen halálra rémisztette magát azzal, hogy a kést a kabátjába szúrta, így csapdába esett és a saját képzeletem érte rá a végzetes csapást? Maga szerint ez a történet teljesen világos, vagy az igazság sírba száll? A választ természetesen ezúttal is eláruljuk a műsor legvégén. Most jöjjön egy titokzatos gyilkosság, amit a szemtanúk szerint egy óriás követett el. Ki volt a legmagasabb ember, akit látott? 190 centi vagyok, a mellettem látható kosárlabdázó életnagyságú posztere pedig 217 centi. A valaha élt legmagasabb emberként a Guinness rekordok könyve a 272 centire nőtt Robert Pershing Wedlow-t tartja nyilván. De a történelmet olvasva eltöprengünk azon, hogy éltek-e magasabbak is. Milyen magas volt Góliát? Mi van az óriásokkal, akikről annyi mese szólt? Viszont most van valaki, aki a legmagasabb embernél is kétszer magasabb, márha hiszünk a szemtanúknak. Rendőrként minden gyilkosságot ki kell nyomoznunk. Még akkor is, ha az áldozatot szívből gyűlöljük. Amikor reggel kihívtak a tetthelyre, még nem tudtam, hogy ki az áldozat. Csupán egy címet kaptam. De hamar kiderült, hogy az áldozat egy disznó, aki verte a feleségét. Abban is biztos vagyok, hogy néhány évvel később meggyilkolta Mary-t. Felmentették egy dörzsölt ügyvédnek, egy gyenge bírónak és egy béna ügyésznek köszönhetően. Folyton azzal dicsekedett, hogy átverte a bíróságot. Ám ma reggel 8-kor holtan találták. Mi a helyzet? Az áldozat egy 35 év körüli fehér férfi. Betörésnek vagy rablásnak nincs nyoma. És az a legfurcsább, hogy a bejárati ajtó belülről be volt zárva. Lehet, hogy az áldozat csukta be, nehogy visszajöjjön a gyilkos. Tessék? Csak poén volt, Markus. Hol halt meg? Az erkélyen. Jól van, engedje közelébe. Megvan a halál oka, Félix? Aha, kitörték a nyakát. Reggel 6 óra körül halt meg. A gyilkos minden bizonnyal nagyon erős volt.
Tudjuk, hogy ki az áldozat. George Delarouse, egy híres étterem tulajdonos. George Delarouse. Nem őt gyanúsították a felesége meggyilkolásával? De igen, és megúszta. A védelem megérte a pénzét. Házastársi erőszak, utána egy kegyetlen gyilkosság. Persze a férjnek tökéletes alibije volt. Micsoda véletlen. Tehát itt üldögél, issza a kávét, olvassa az újságot, és megragadják hátulról. Nem betörés volt. Ezek szerint valaki felmászott két emeletet, kitörte a manus nyakát, majd lemászott. Vannak szemtanúk? Három is, de kétlem, hogy hinne nekik. Éppen munkába készülöttem, nagyjából 6 óra lehetett, amikor meghallottam egy férfi vérfagyasztó üvöltését. Kinéztem az ablakon, és... ezt sosem felejtem el. Ott állt egy óriás. Szemmagasságban volt az erkéllyel. Sötét ballonkabátot hordott, és hosszú fekete haja volt. Ott állt az erkély előtt, és valamit rázott. Aztán rájöttem, hogy az a valami egy ember. Borzalmas volt. Egy férfit meggyilkoltak a szemem előtt. Mrs. Denby, tisztában van vele, hogyha a gyilkos egy magasságban volt az erkéllyel, akkor úgy 5,5 méter magas lehet. Tudom, őrültségnek hangzik, de ez az igazság. Értem. Markus nyomozó már is hazakíséri magát. Jó. Később majd még beszélünk. Kihallgattam a másik két szemtanút is. Mindketten ugyanazt állították. Egy hozzávetőlegesen 5,5 méter magas, sötét ruhás, hosszú, fekete hajú óriás állt az áldozat erkélye előtt, úgy 6 óra körül. Rendben, menjenek oda Danehue nyomozóhoz. Ő majd felveszi az önök vallomását. Ez szép. Egy 5,5 méter magas gyilkos. Nagyon fura, mi Félix? Mondjak egy furábbat? Bárkié is ez a nyom. Legalább 300 kilós. Szép nagy darab. Napokon át töprengtem az eseten. És a szemtanúk állításán. Egy 5 méter magas, gyilkos óriás. Létezhet ilyen lény? És hová tűnt? 5 méter magas emberek nem tűnhetnek el nyomtalanul. Inkább még egyszer átkutattam George Delarouse lakását. Nem siettem. Próbáltam elképzelni, hogy mi történhetett. Ez volt életem legkülönösebb ügye. Pedig George Delarouse halála nem viselt meg. A szemétdisznó még a feleségét is meggyilkolta. De nekem az ő halálát kellett kinyomoznom. Elég sokan gyűlölték George-ot, pláne amikor felmentették a vádak alól. Emlékszem, hogy Mary egy ideig ebben a lakásban élt vele együtt. Az újságcikkek szerint a nő régen nagyon népszerű volt. George-al egy Las Vegas-i fellépés során ismerkedett meg. Közben megtaláltam a lakásban az emlékiratát. Nem tudtam, hogy mit keresek, de átlapoztam az albumot. Tele volt újságkivágásokkal és képekkel.
Az egyik fényképen a testvérei is ott voltak. A repülő Garibaldik. Rendkívül híres milánói artisták. Minden egyes lapozással jobban megismertem az olasz testvéreket. Szinte megállás nélkül turnéztak egész Európában. Azonban Mary Garibaldi kiszállt, mert beleszeretett George de la Rousse-ba. Csak hogy a férje gyakran verte őt, és erről a testvérei is tudtak. Megírta nekik. Még a halála előtt sem hagyta abba a levelek küldözgetését. Az üres lapok a gyászjelentésnek feleltek meg. Sajnáltam ezt a nőt. Csapdába esett egy boldogtalan házasságban. De vajon mi köze volt ennek George de la Rousse halálához? És mi lehet a rejtélyes 5 méteres gyilkosóriás titka? Mérinek rengeteg artista ismerőse volt. Vajon az egyikük a gyilkos? És a válasz ott volt a falon. Ha a 3 testvér egymás vállára áll, elérhetik az 5,5 métert is. A legfelső testvér volt olyan erős, hogy megölhette George-ot az öccse vállán egyensúlyozva. Benyújthatta volna egy kiadatási kérelmet a Garibaldi testvérek ellen. De, ahogy mondtam, George de la Rousse nem nagyon érdekelt. És Olaszország amúgy is messze van. Ez tényleg lehetséges? Ezek az akrobaták tényleg a saját képességeiket használták fel ahhoz, hogy megbosszulják a húguk halálát? Ha ez a magyarázat erőltetettnek tűnik, miféle óriást láthattak a szemtanúk? Lehet, hogy egyszerre halucináltak? Vajon ez a családi bosszú valóban megtörtént, vagy az egész egy óriási hazugság? A műsor végén lerántjuk a leplet erről a történetről is. Utolsó történetünk egy rejtélyes idegenről szól, akinek a folyó őrzi a titkát. Előfordult már, hogy kisétált a parkolóba, és rájött, hogy elfelejtette, hol parkolt. Órákig is kereshette az eltűnt járgányt, vagy várhatott estig, mert akkor már kevesebb kocsi van a parkolóban. Van egy modern megoldás. Ha megnyomjuk a távirányító gombját, a pittyegés a kocsihoz vezet. De mi van akkor, ha az autónk nyomtalanul eltűnt? Ha elvontatták, mihez kezdünk? A most következő történetünk egy Bowville-i legenda. Természetesen minden a Bowville folyónál kezdődött. Elvontatták a kocsim. Elvontatták a kocsimat. A szakadt, piszkos és hínárral borított fiatalembert Edward Decaternek hívták. Meglehetősen furcsa látványt keltett Bowville utcáján. A kocsim elvontatták. Ed, figyeld a hapsit. Íme Bowville. A lakosok száma 304 plusz 1. Elvontatták. Úgy látom, hogy a pasasnak elég rossz napja van. Városi ipse, Larry róla. Hogy Larry? Miből gondolod, hogy városi? Az öltönyéből. Bár most szakadt. Látszik, hogy sokba került. Ajaj. Pont felénk tart. Elvontatták a kocsim. A spek cimbora. Nincs autónk. Elvontatták. Őszinte részvétem cimbora, de sajnos nem tudunk segíteni. Ahogy a barátom mondta, nekünk nincs kocsink. Menjen tovább, folytassa az útját. Nem akarunk bajt. Igaz, Daryl? Aha, nem akarunk. Meg kell találnom a kocsit. Szegény flótás, úgy fest, mint akire rátámadt egy medve. Mindenki a férfiről beszélt, aki körbe-körbe járkált a kocsiját keresve, miközben magában beszélt, és látszólag valami szörnyűség történt vele. Amikor a történetet mesélik, mindig kihangsúlyozzák, hogy senki sem akart segíteni neki,
csak egy Reese nevű fiú. Hé, bácsi! Sírni tetszik? Elvontatták a kocsim. Azért felesleges bőgnie. Segítek megkeresni. Elvontatták. Világos. Mi történt önnel? Szörnyen megviseltnek látszik. Valami van a csomagtartóban. Maga fura egy figura. Elkísérem Wallyhoz, ő vontatja el a kocsikat a környéken. Elkísérem, jöjjön! Anya szerint eleven vagyok. Önt hogy hívják? Engem Reese-nek, 11 éves vagyok. Edward vagyok. Elvontatták a kocsim. Puccos egy járgány lehet. Sokak szerint Reese-nek nem lett volna szabad összebarátkoznia az idegennel. De Reese nem félt. És az idegen is kedves volt. A fiú tudta, hogy ha valaki elvontatta azt a kocsit, Wally biztos tud róla. Hé, Wally, a barátom a kocsijáról szeretne érdeklődni. A mindenség itt mi a rosszabb történt magával? Elvontatták a kocsim. Na gyere csak ide, öcskös. Volna egy kis beszédem veled. Öcskös, miért kószálsz ezzel az elcsigázott pasassal? Ő a barátom. Szegény nem találja a kocsiját. Te vontattad el? Nemrég kihúztam egy autót a folyóból. Elég ramagy volt. Ramagy volt? Hé, hol van a barátom? Ez a kocsia. Elvontatták. Megtaláltam. Ki kell fizetnie a bírságot? A folyóból kellett kihúznom. Két láncom is elszakadt. Valami van a csomagtartóban. Akkor nyissa ki. Valami van a csomagtartóban. Jó, értem, akkor már is felfeszítem. Az árnak lőttek, ugye ez nem gond? Valami van a csomagtartóban. Már mondta, valami van a csomagtartóban, tudom. Hátrébb, nehogy még elázzon itt nekem. Akár egy árvíz. Amit Wally akkor látott, azt valószínűleg soha az életében nem felejti el. Menj hátrébb, öskös. Hátrébb. Mi a baj, Wally? Hol van a barátom? Wally először el akarta vinni Reese-t, de végül neki is megmutatta. Így ért véget a vándorló előkelő öltönyös szellem útja. Vajon van erre logikus magyarázat? Más valaki volt a kocsiban, egy egyszerű hasonmás, vagy Edward ikertestvére? De akkor hová tűnt Edward? A fiú az egészet csak kitalálta? Egyáltalán hogy került Edward az autó csomagtartójába? Elképzelhető, hogy egy bonyolultabb bűnesettel állunk szemben. Ettől függetlenül, vajon a kocsiját hiányoló idegen története tényleg egy valós eset, vagy mese az egész? Eljött az idő, hogy eláruljuk a látott történetek közül, melyik igaz és melyik nem. Az igazságra fény derül. Lássuk újból a mai történeteinket. Most kiderül, melyek voltak igazak, és melyek voltak hamisak. Az első történetünk a gyilkosságot leleplező múmiáról szólt. Vajon az igaz volt?
valósnak vélte a történetet, jól tette. Egy ehhez hasonló eset megtörtént. Mi van a biztonsági őrrel, aki az elméjével óvta meg az épületet? Igaz vagy hamis? Bár az épület még nem épült fel teljesen, a trezort már beüzemelték. Olyan számítógépes titkokat tartalmaz, amik sokat érnek a piacon. Jól van, húzzunk innen! Jól van, erre! Ha azt hiszi, hogy ez a történet a képzelet szüleménye, akkor téved. Megtörtént. Az esetet egy író, Robert Trailins dokumentálta. A harmadik történet egy lányról szólt, aki egy gyilkos sírjánál éjszakázott. Valós eset? Úgy sem jön be. Nem fogsz elijeszteni a száz dolcsimtól. Bújj csak elő szépen! Dustin. Itt ül mellettem. Komolyan? Nézd már be! Mondtam, hogy itt van. Szólj neki, hogy lépek, letelt a két óra. Lelép. Hé, hey, ne felejts el beleállítani a kést a sírba, mert csak így tudjuk, hogy ott volt. Tényleg így halt meg egy fiatal lány? Nem, nem igaz. Ez csak egy legenda, egy mese. Mi a helyzet a bosszúálló óriással, amit valójában három akrobata alkotott? Igaz vagy hamis? Egy 5,5 méter magas gyilkos. Nagyon fura, mi Félix? Mondjuk egy furábbat. Bárkié is ez a nyom. Legalább 300 kilós. Tehát itt üldögél, vissza a kávét, olvassa az újságot, és megragadják hátulról. Nem betörés volt. Ezek szerint valaki felmászott két emeletet, kitörte a manus nyakát és lemászott. Vajon a bosszú szomjas testvérek története valós háttérrel bír? Igen. Lássuk a férfit, akinek a kocsiját elvontatták, és amikor előkerült, ő is benne volt. Hátrébb! Nehogy még elázzon itt nekem! Ne. Menj hátrébb, öcskös! Hátrébb! Mi a baj, Voli? Hol van a barátom? Azt gondolja, hogy ez egy kitalált történet? Eltalálta. Elmeszülemény. Ma ismételten próbára tettük az ítélő képességét. Nos, sikerrel járt, vagy nem tudta elválasztani a valóságot a képzelettől. Viszontlátásra! A következő részben folytatjuk a rejtélyes igazságok leleplezését. Maradjanak velünk, mert már is kezdődik az emberi történetek.